És a telefonnál itt van velünk Polonyi István oktatáskutató. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagy ütemben lelkesen zajlik a magyar felsőoktatás átszervezése, egyre újabb és újabb egyetemek kerülnek úgynevezett alapítványi föntartásba. Hol van az a pont, amikor most, és nem a színművészeti főiskolára vagy egyetemről beszélek, amikor ezt már a hallgatók is érzik, hogy itt valami más, és mi lesz nekik ez a más? Hát ugye az a baj, hogy ezt a hallgatók nem nagyon ért, tehát a bennlévő hallgató nem nagyon érdekelt ennek a folyamatnak a megállításába, hiszen a kétszintű képzése gyakorlatilag 3 meg 2 év alatt végeznek, hát legfeljebb 5 évig maradnak, tehát nyilván aki benn van, az már abban reménykedik, hogy őt nem érinti ez a dolog. A leendő hallgatók azok meg messze vannak, nem érzékelik ezt, nem szervezhető, kicsit 18 éven alattiak. Tehát az ugye igazándiból az a baj, hogy az igazán érdekelteknek a reakciója alig várható. Ugye ráadásul azt is kell látni, hogy a HÖK, tehát ugye a hallgatói önkormányzat nagy részt a kormányzat zsebében van, tehát ők nem fognak tiltakozni. Nagyon üdítő kivétel a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a hallgató önkormányzat vezetője. A többi sajnos egyértelműen a kormányzat embere. Azon gondolkoztam el, hogy hogyan lett a kormányzat ellene. Ez már egy ideje így van, meg aztán bizonyos szélsőjobboldali pártok keltető terepe is volt a hallgatói önkormányzatok rendszere, ez kétségtelen, de vajon miért? Hát nézze, ugye azt kell látni, hogy ez már pokorni alatt elkezdődött, tehát az első Fidesz kormány alatt megkezdődött az a folyamat, hogy a Fidesz a hallgatói önkormányzatból kiöregedett, kikerülő hallgatók vagy képviselőket, azokat magának, hogy mondjam, megnyerte. Lehetne hosszan sorolni azokat az embereket, akik akár most is szürke eminenciásként, vagy akár nem szürke, hanem látható emberként ott vannak, és valamikor HÖK elnökök, tagok, országos, vagy valamilyen nagyobb egyetem HÖK vezetői voltak. Hát tulajdonképpen nagyon következetes politikával a Fidesz egyfajta utánpótlásként megnyerte a HÖK-öt. Más oldalról biztosította azokat a privilégiumokat, amelyel ugye megmaradhattak az egyetem vezető szerepében. Tehát ugye itt azt kell tudni, hogy a HÖK egyetemi vezetők, azok az országos vezetők is szép apanást kapnak, ami hát mondjuk elég fura, évekig ugye nagy nehezen korlátozták, hogy most nem emlékszem, talán 5 vagy 7 évig lehet valaki ott vezető, tehát ezek ilyen átörökíthető politikai státuszokká váltak, amiben főleg a Fidesz játszott nagyon komoly törvényalakító szerepet, tehát lényegében megteremtették azokat a feltételeket, ami alapján a HÖK az egy ilyen tulajdonképpen a NER utánpótlásnak egy ilyen fiatal bázisával vált. Jó, akkor a most ott levő hallgatók nem olyan érdekesek ebből a szempontból, hogy mi változik, hogy nekik nem olyan érdekes, ami változik, de hogy mondjuk egy pár év múlva egy egyetemre kerülő fiatalnak mennyiben lesz más az egyetemi oktatás, a felsőoktatás, mint a korábban odajáróknak, még akkor is, ha nekik nem feltétlenül lesz ezek szerint összehasonlítási alapú. Hát ugye ez egyértelmű, ugye ha elolvasgatjuk ugye a minisztérium közleményt, adott ki, ugye talán ismert, hogy amiben ugye arról beszél, hogy milyen jó is ez az átszervezés, hiszen itten minőség emelésről van szó, meg ugye tehát ugye tulajdonképpen azt ígéri nyilván a leendő hallgatóknak, hogy meg úgy általában közvéleménynek, hogy ez az átszervezés, ez minőségjavulással, meg szintemelkedéssel fog járni. Nos, hát ez nyilván, ja, és akkor még hozzáígéri ugye azt, hogy biztonságos anyagi hátteret nyújt a hallgatóknak, is megmarad az állami támogatása. Ugye hát ezek szép szavak, és tartani lehet tőle, hogy sajnos nagyon nem igazak. Ha megnézzük ezt az átszervezést, akkor teljesen nyilvánvaló, különösen ez az utóbbi, hogy nem látszanak többletforrások, sőt nincsenek is többletforrások,
itt 20-25 éves szerződésekről beszélnek, hogy az milyen biztonságot fog teremteni. Most hát ugye az az érdekes, hogy egy központi költségvetési szerv mindenfajta 25 éves szerződés nélkül is biztonságban van, ami nem jön egy ilyen kormány és nem szervezi át. Tehát tulajdonképpen a központi költségvetési szerv státusz azt ezt a finanszírozási biztonságot eleve megteremtette volna. Most avval, hogy egy kiszolgáltatott, hogy mondjam, csak kondicionális helyzetbe kerül a felsőoktatás, ezzel tulajdonképpen elindul az a folyamat, ami ezt a minőség romlást magával hozza. Nyilvánvalóan a forrás, lehet tudni például, hogy Pécsen már, vagy Szegeden, most nem emlékszem, melyik közleményben olvastam, hogy már 2-15%-os béremelést ígértek. Honnan lesz ez? Hát nyilván az elbocsájtásokból. Tehát ugye ez a rendszer törvényszerűen egy vállalatszerű működést hoz, amelynek nyomán ugye megválnak a drága oktatóktól, ugye ez szolgálja a másik, elve, vagy másik előnyének hangsúlyozott dolog ennek az átszervezésnek, hogy megszünteti a közalkalmazotti státuszt, gyakorlatilag ezzel megszünteti az elbocsájtási vagy nehézségeket, felszámolja, tehát gyorsan elbocsájtható mindenki. Ennek az lesz a következménye nyilvánvalóan, hogy a drágább oktatókat bocsátják el, a kis szakokat megszüntetik, hiszen ott, ha végig gondolja, mondjuk egy néderlandisztikán, ahova öten jelentkeznek évente, ugyanúgy kell egy professzor, egy csomó tanársegéd adjunktus, mint ahogy mondjuk a nagy jogi szakoknál is ugyanígy kell, ahol 200-300 fős évfolyamok vannak. Tehát nyilván a rendszer elindul egy olyan irányba, ami az úgynevezett hatékonyságot, gazdasági hatékonyságot helyezi előtérbe, és ennek nyomán ugye tulajdonképpen a minőség törvényszerűen romlik, hiszen a minőség az azon múlik, hogy mennyi olyan oktatón van, aki kutat, széles körben ismert, elismert, még akkor is, ha csak 2-3 gyereket tanít. Itt az, ráadásul ugye ez a folyamat nyilvánvalóan szétválasztja a kutatást és az oktatást. Lesznek olyan alkalmazottak, akik oktatnak, és lesznek, akik kutatnak. Akik oktatnak, azokat úgy fogják értékelni, hogy minél több órát tartsanak. Akik meg kutatnak, az alapján fogják értékelni, hogy mennyi pénzt tudnak nyerni. Tehát a rendszernek ez a régi fajta egyetemi, szerveződése megszűnik. Tehát magyarul a kérdésre az a válasz, hogy hosszú távon persze a dolognak nagyon komoly következményei lesznek minőségbe, ami azonban nyilván, miután senkinek nincs összehasonlítási alapja, legfeljebb onnan mérhető majd, hogy a világrangsorban mondjuk ezentúl nem 500-ak leszünk, hanem mondjuk 800-ak, ami hát mégis most is elindult ez a folyamat már, tehát gyakorlatilag ez a lecsúszás, ez törvényszerűen be fog következni. Igen, szóval akármilyen szomorú, de hát kit érdekel itt a minőség. Nyilván egyeteme válogatja azért, mert hogyha a műegyeteme nagyon romlik a képzésszínvon, akkor előbb-utóbb leszakadnak az új hidak, de mondjuk egy csomó egyetemen szinte mérhetetlen, hogy mondjuk a pedagógus képzésben, a színész képzésben, de még a jogász képzésben is, hát gyengébbek lesznek. No, ezt szinte lehetetlen mérni, vagy érzékelni is nagyon rossz hatávol. Így van. Ugye két dolog ezzel kapcsolatban, ugye, hogy nyilvánvaló, hogy itt nem is, tehát ez a minőség, ez csak egy ilyen falduma, tehát eznek nincs. Persze. Tehát ezt Balkovistól minden két éppen halljuk, hogy majd világszínvonalú lesz a magyar oktatás, stb. Az igazi cél, tehát hogyha megpiszkáljuk ezt az alapítványos titokra, az igazi cél nyilván az egyetemek politikai elfoglalása. Ez a színház és filmművészet teljesen egyértelműen látszik, és ugye a kuratóriumokba a hűlakályok fizetése. Hát ugye ilyet a világ nem látott még, hogy funkcionáló miniszterek kerülnek a kuratóriumokba, Győrbe, ugye meg Miskolcon. Szóval ilyet döbbenten lát az ember. Az, hogy elismert a régi politikusok bekerülnek a kuratóriumba, természetesen az egyetem meg a szenátus egyetértésében, olyan van a sok helyen a világon, de ilyen, hogy a kormány kijelöli, hogy amit a külügyminiszter az tagja lesz a Győri Egyetem. Tehát magyar itt teljesen nyilvánvaló az egyetemeknek ez a politikai elfoglalása, és ugye az a cél igazándiból, hogy
ne felejtsük el, hogy most egy nagyon izgalmas korszak van tulajdonképpen a felsőoktatásban, hiszen a Ratkó korszak emberei most már nek nyugdíjba, és ugye ezt a fajta humán erőforrás cserét most már olyan úgy kell levezényelni, ez a cél szerintem, hogy egy kormányzat hű, hogy mondjam, csak állomány alakuljon ki. Nem véletlen az, hogyha megnézi a kuratórium jogosultságai, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ők fogják meghatározni azt, hogy milyen szakokat képezzenek, ők fogják meghatározni, hogy milyen tananyagtartalmat közvetítsenek, tehát ők fogják ugye a személyzeti alakítást meghatározni, tehát gyakorlatilag az átszervezések kialakuló autonómia szűkítés célja ennek a politikai elfoglalásnak ugye a megkönnyítése. Ez eléggé nyilvánvalóan látszik, ez nagyon kilóg róla például a Színház és Filmművészeti Egyetemnél, de természetesen az összes többinél meg fog ez történni. Nyilvánvalóan ilyen gyanús gender szakokat nem fognak engedni, meg ilyen gyanús bölcsész társadalomtudományi szakokat, amik ugye, mint tudjuk, a kormány ellenesek, éneket valószínűleg nagyon hamar megszüntetnek, és hát nem fognak engedélyezni. Hát volt arra például, hogy szociológia, pszichológia, nem tudom, micsoda burzsóa elhajlás olyan nincsen, most nem tudom, milyen elhajlás lesz. Össze lehet hasonlítani az egyetemek szabadságfokát, ami most kialakulni látszik mondjuk az 1990 előtti viszonyokhoz, vagy annyira mások, hogy nem is érdemes ezzel próbálkozni? Hát, ugye attól függ, melyik időszakot nézzük. Természetesen a rendszerváltás előtti időszak is mondjuk 2-3 szakaszra bontható, ugye a nagyon kemény 50-es évekre, amikor egy nagyon jelentős, ugye gyakorlatilag a kádercsere volt a cél, most eznek egy nyomai látszanak, utána volt egy ilyen félpuha diktatúra, és utána volt ugye a 80-as évek végének egészen puha diktatúrája, amikor az egyetemek kimondottan nagy autonómiával rendelkeztek, akkor már ugye ez a pártirányítás, ez kezdett háttérbe szorulni, hát igazándiból azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jelentős, ugye ez egy ilyen informális, tehát ebben a szempontból hasonlít a 90-es évek előtti időszakra, amikor egy ilyen informális, tehát tulajdonképpen a párt határozatokat, hogy mondjam, csak közvetlenül úgy hajtották végre, hogy lehet, hogy a fővezetők nem voltak a pártnak a tagjai, vagy tagjai voltak, de nem voltak vezetői, és ugye, de végre kellett hajtaniuk a pártutasítást. Itt is erről van szó, hogy az a gyakorlatilag azok a kuratórium, azok ugye, ha megnézzük, azok a kormányzat hű lakájai, akik gyakorlatilag örök életre ki vannak nevezve. Tehát ha megnézzük ezeket az alapító törvényeket, az mind abban zárul, hogy 2022. január 1-ével megszűnik a miniszter hatásköre a kuratórium kinevezését illetően, tehát onnantól kezdve a kuratórium tagjai, azok örök életre kuratórium tagok maradnak, nem véletlen, hogy kik is vannak abban benne. Tehát ebből az, és hát nyilván ezek azok az emberek, akiket közvetlen, indirekt módon lehet utasítani. Tehát meg lehet mondani mondjuk a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorának, hogy hát itt bizony, meg nem is kell megmondani, mert nem tudja, hogy ezt magától. Tehát, hogy ugye népnemzeti katolikus színészeket kell képezni, hát azok sokkal jobban átélik a szeretüket. Hát jó, természetesen lehet csupa Vassal Bertre és Nyírő Józsefre specializált színészt képezni, de hát ettől még nem feltétlenül ők lesznek a hasz a legjelesebb művészei. Szóval, hogy azért a valóságot ilyen egyszerűen csak nem lehet átalakítani. Nem lehet, persze nem lehet, de meg lehet próbálni. Tehát ugye ennek a dolognak ez a szörnyű, hogy mondjam, csak tanulsága, vagy nem is tanulsága, inkább következménye, hogy egy központi, lassan diktatúrába hajló rendszer, amikor megijed, hogy megszűnik a hatalma, akkor hogyan akarja átmenteni magát? Mert ez tulajdonképpen erről szól. Nem véletlen az, hogy tulajdonképpen ezek az átszervezések onnantól kezdődtek, amikor a Fidesz ugye megtapasztalta, hogy el lehet veszteni majd a választásokat. Tehát itt én egyértelműen egy ilyen hatalomátmentést látok. Nyilván, hogy itt arra törekszenek, hogy ráadásul ugye ezeket az alapítványok bebetonozták 3/4 törvénybe, bízva abba, vagy 2/3 törvénybe, bízva abba, ugye, hogy a vereségű nem lesz 2/3,
magyarul megpróbálják a hatalmukat átmenteni. Nyilván az a cél, hogyha buknak is, hát legyen néhány évet buknak, de utána tovább viszik ezek a, tehát megmaradnak ezek a várak, hát gondoljon akkor, mit tudom én, a Matthias Corvinus alapítványra 100 milliárdos nagyságrendű összeg, ez is teljesen nyilvánvalóan, hogy a politikai célokat szolgál. Tehát jól látszik, hogy úgy tűnik, hogy a 10 éves hatalom után most jutott el odáig a kormány, hogy megpróbálja megteremteni egy hosszú távú túlélésnek a feltételeit. Én ezt látom ebbe. Most a kérdésére visszatérve, hogy lehet-e, nem lehet, lehet, mindent lehet. Gondoljunk arra, hogy a Kádár korszak hány évig működött, hány évig volt benne olyan értelmiségi réteg, ami látszólag kiszolgálta, és így tovább. Most is ez lesz, hogy ha ez nagyon hosszan fennmarad, akkor a dolog természetéből adódik, hogy kialakul egy ilyen kettős beszéd, kettős tudat, mindenki beáll a sorba, otthon persze szítja meg baráti körbe, de a dolog fog működni. Ez volt a rendszerváltás előtt is. Na de ott is láttuk, hogy tulajdonképpen milyen pillanatok alatt, nyilván ennél bonyolultabb a dolog, de összedült, és 1990 tavaszán már mindenki úgy emlékezett, hogy ő mindig is utálta a Komcsikat, és kiabált, hogy hát Ruszkik haza. Rendszerváltás után rengeteg ellenálló lett. Ja. Itt is hát nem lehet ezt tudni. Tehát ugye itt azt kell látni, hogy azért az a 90-es rendszerváltás az nem azért következett, mert mindkit a iszonyú nagy forradalmárok voltunk, hanem azért következett, mert a világ, hogy mondjam, politikai helyzet úgy alakult. Itt is alakulhat úgy, tehát nyilván sokan tukkolunk annak, hogy az Egyesült Államok ráhatása, hogy mondjam, esetleg tudja befolyásolni a rendszert, de azért nem gondolom, hogy visszatér egy ahhoz hasonló politikai szituáció. Tehát ugye jól látszik, hogy az ilyen külső beavatkozásokat az Orbán kormány megpróbálja uszítással leszerelni, tehát hogy elhunkban bántják a magyar, itt ezek a szemét liberálisok, szemét amerikaiak, szemét európaiak. Tehát magyarul ő megpróbál, és ugye ez igazándiból annak a 2 millió szavazónak szól, akik hát őrájuk szavaznak. A többiek tudják, hogy ez hazugság, de ez nem elég ahhoz, hogy a szavazásban 2/3 sikerüljön ellenük, meg, hogy mondjam, megnyerni. Hát igen, ráadásul hát a 90 előtti időköz képest sokkal átjárhatóbb a világ, és éppen talán a tudományvilága, még ha most éppen ez nem is működik annyira a vírus miatt, ennek csak vége lesz előbb, tehát sokkal egyszerűbb ma. Hát ha itt nem, akkor valahol máskor, bár ha nyilván nem nagyon egyszerű, de egyszerűbb, mint a 90 előtt volt új tudományos karriert kezdeni. Hát igen, ez így van, de ugye ez nyilván úgy fog történni, hogy egyre kevesebb olyan ember, tehát ugye hogy mondjam, lehetne ennek is olyan helyzete, amihez ezt korlátozni fogja. Ha tényleg ez a garnitúra ki akar lépni az Európai Unióból, amit én el tudok képzelni, hiszen jól látszik a viselkedésükön, hogy merre fele orientálódnak, akkor ez csak részben lesz igaz, már nem annyira lesznek átjárhatók a határok, már nem annyira érhetők el a tudományos ösztöndíjak, tudományos pályázatok. Tehát magyarul ez a dolog hosszú távon nagyon attól függ, hogy ez a politika milyen irányba táncol el. Ha tényleg elmegyünk a keleti őseinkhez, itt az Afganisztán, meg Turkmisztán, meg nem tudom mifelé, akkor ez a átjárhatóság, bekapcsolhatóság, ez radikálisan lecsökken. Hát nézzük meg mondjuk a fehér oroszokat, nézzük meg a moldovákat, nézzük meg a ukránokat. Tehát ez a dolog azért nagyon radikálisan lecsökkenhet egy olyan szituációban, ha tényleg kicsúszunk egy ilyen kelet irányba. Jó, de hát itt arról is szó volt, hogy azért is kell átalakítani az egyetemi rendszert, vagy a tudományos rendszert, hiszen az akadémia is részben ide tartozik, mert az EU-tól ide nagy pénzek várhatóak, és mégiscsak jobb lenne, hogyha Mészáros professzor vihetné haza, hogy ahhoz azért valahogy meg kell őrizni ezeket a kapcsolatokat, meg legalább hát a látszatot valamennyire talán. Hát igen, igen. Hát most ez nyilván most az elkövetkező 5-6 évre, ha de itt azért sok ha van, mert ha megkeményítik itt a pénzhez való hozzájutást a
ugye a jogállamiság kritériumnak a komolyan vételével, akkor ez a pénzhez jutás, ez azért máshogy fog kinézni. De ebben van igazság, csak ebben az a baj, ugye, hogy tulajdonképpen ezeknek a pénzeknek az elosztásába eddig a NER játszott főszerepet. Tehát tulajdonképpen itten a pénzelosztás és az egyetemeknek való pénzsöpögtetés eddig is működött, de ugye pont ezzel sikerült az egyetemeket, hogy mondjam, csak fórázon tartani, hogy ha jó viselked, kapsz, ha nem viselked, akkor nem kapsz. Tehát magyarul, mert hogy ezeknek a pénzeknek a túlnyomó többsége az nem szabad pályázati rendszeren, hanem a kormányzat által létrehozott mindenfajta szörnyű nevű projektekbe való bepályázás, és abban való, hogy mondjam, csak érvényesülés alapján osztódik ez a pénz, tehát az nem független az a kormánytól a pénzosztás. Tehát magyarul itt persze a pénzigélet az megvan, de csak a mieinknek van meg a pénzigélet, mint ahogy most ugye ezt csinálják ugye a városokkal is, hogy a mi kutyánkölykei városok azok azok megkapják a kompenzálást a kieső vállalati adók helyébe, a nem mi kutyánkölykei azok meg nem kapják meg. Ugyanígy működik ez, meg működött eddig is az egyetemeken is, és az egész első oktatásban. Köszönöm szépen Polonyi István oktatáskutatónak, viszontlátásra, viszonthallásra. Viszonthallásra.